Vegyész virágos kertje néven ismert kísérlet következik. A jelenség, amit tanulmányozunk, az az ozmózis, és ezt vízüvegoldat felhasználásával figyelhetjük meg. Nagyon szép dolgokat fogunk látni, ehhez különböző sókat használok, mindegyik alapvetően színes, és reméljük, hogy ágasbogas szerkezetével elkápráztat minket. Az óraüvegeken a következő sókat találjuk, a bordó színű kobaltkloridot, élénkkék réznitrátot, zöldes-kék nikkel szulfátot és sárgásbarna vas-háromkloridot. Ezeket teszem szépen kristályonként a vízüvegbe. És nézzük, van amelyiknél intenzívebb, valahol egy kicsit időigényesebb lesz a jelenség beindulása. Kezdem a kobaltklorid belehelyezésével, aztán szépen sorba jön a többi. Egy nagyobb darab vas-háromkloridtól igen intenzív változást várok. Jön a zöldes színű nikkelszulfát, zöldes-kék színű. Nagyon szépen beindult a vas-háromklorid, nagyon látványos, és végül felteszem a réznitrátot. Innentől kezdve várjuk a csodát, hogy valóban nagyon szép kis virágok nyíljanak. Ozmózis jelensége játszódik le közben. A kristályok és a vízüveg között egy úgynevezett csapadék hártya keletkezik. Ez félig áteresztő hártyaként funkcionál. A félig áteresztő hártya lehetővé teszi, hogy a két oldalán kialakult koncentrációkülönbség kiegyenlítődjön. A külső, higgabb részről oldószer részecskék vándorolnak a töményebb oldalra. Egy idő után itt megnő a nyomás, és kireped ez a hártya. A töményanyag kiáramlik. A kristályokról, ennek a szakadásnak a helyére újabb fémionok kerülnek, és megint kialakul egy csapadékhártya. Ez a folyamat ismétlődik, és kialakul egy szilikátváz. Tulajdonképpen ez a folyamat magyarázata. Így jöhet létre ez a kis virágos kert, ahol látjuk azért a vas-háromklorid virága, az nagyon gyorsan nő. Vizsgáljuk meg mindegyiket, hát az intenzitás az eltérő, látjuk, hogy a nikkelszulfát még nem nő, és a réznitrát is nyugodtan van, nekik még idő kell, viszont a kobaltkloridnál ugyancsak megindult a növekedés. Idő előrehaladtával ez persze egyre látványosabb, egyre szebb kis virágos kert alakul ki, leglátványosabb, leggyorsabb a vas-háromkloridnál volt. A réznitrátnál is beindult a változás, nagyon szép, látványos, tulajdonképpen most már mindegyik növekszik, mindent látható a növekedés. Viszonyításképpen ide tettem egy órával korábban beindított kísérletet, ahol azért már a virágok kialakulása sokkal előrébb van, látjuk, hogy milyen szép formációk jöhetnek létre. Ez majd a most összeállított kísérletemmel is ugyanígy lesz, ez lesz a végeredménye. de hogy látványosabb legyen az egésznek a kimenetele, ezért csináltam egy ilyen összehasonlító kísérletet is. Tehát idáig tud eljutni, ilyen szép formációt tud felvenni, kialakul a szilikátváz, és csak építkezik az ozmózis folyamán.